A Monori Sport Egyesület birkózó szakosztálya egy nagyon szép létesítménnyel bővült. Miért volt erre az építményre szükség? Hú, ezt most nagyon sokáig tudnám mondani, de megpróbálunk rövid lenni. Azért volt szükség, mert a Monori birkózó szakosztály, ami az idén 115 éves, a legutolsó 40 évet a Kossuth iskolának a tornatermébe töltött el, ami hál' Istennek szerencsénkre ott még megtűrtek minket, de ott be voltak korlátozva a lehetőségünk abból a szempontból, hogy időben is megvolt, hogy mikor tartatunk edzést, valamint egy nagyon nagy hátrány volt, hogy a birkózó szünyeket edzés előtt mindig le kellett rakni, és edzés után fölvenni. Na most ez mind energiában, mind időben rengeteget vett ki a szakosztályból, és hát legfőképpen ezért volt szükség, valamint azért, mert a edzés időben és a edzés lehetőségben egy olyan korlátot szakított át ezáltal, hogy itt bármikor tudunk edzeni, csak a birkózók éjjel-nappal, a válogatott birkózók, ha szükség van rá, hétvégén be tudnak jönni az edzővel, a formaidőzítés szempontjában reggel tudnak edzeni, attól függ, milyen világversenyre mennek, hogy aklimatizálódjanak, vagy délután, vagy akár éjszaka is. Tehát nincs ilyen korlát, ezért volt nagy szükség rá. A szakosztályban hány gyerkőcnek lehet most már akkor ezek szerint bármikor edzést tartani? Hányan veszik igénybe azt a lehetőséget, hogy birkózzanak? Jelen pillanatban közel 50 fő birkózik nálunk. Ez magába foglalja az összes korosztályt, ami azt jelenti, hogy a legfiatalabbak az óvodásoknak a nagy csoportjai. Onnantól következnek az utánpótlás korosztályok, gyermek, diák, serdülő, kadett, junior, majd 21 éves kortól a felnőtt korosztály, hál' Istennek felnőtt versenyzőnk is van, tehát így ez az összes korosztály egy olyan 50 főt tesz most ki jelen pillanatban. Lehetnének többen is ez az új edzőterem, ez most már lehetőséget ad arra, hogy még több gyerek ide jöjjön? Igen, lehet, hál' Istennek. Hát mondjuk furcsa lett volna, mindjárt az elején kinőjük, de van rá lehetőség pont azért, mert ha nem a napi 24 órát, csak mondjuk 10 órát veszek, azt el tudjuk osztani, és bontásba tudjuk az edzéseket. Hál' Istennek most már edzőgondunk sincs, mert 4 edzővel dolgozunk. Szét lehet bontani a csoportokat, tehát van lehetőség még. Milyen anyagi finanszírozással történt meg? Ugye tudjuk, hogy ma már azért rengeteget lehet pályázni, az egyesületeknek ott van az úgynevezett TAO, tehát millió egy lehetőség van, ez miből valósult meg? 2015-ben nyílt meg egy nagy létesítményfejlesztési pályázat a minisztériumunk keresztül és a Magyar Birkózó Szövetség támogatásával. Mi ezt 2015 márciusában adtuk be az első pályázatot, akkor kezdődött és akkor indult el útjára ez a csarnok. És úgy nézett ki, hogy ugye 40 millió forintot nyertünk ezen a pályázaton, nem titok, a minisztériumon keresztül, ami nagyon szigorú elszámolással, közbeszerzéssel történt. A műszaki átadás átvétel a csarnoknak most történt meg 2 héttel ezelőtt. Most van az elszámolása folyamatban, de hál' Istennek minden rendben van, és hát természetesen ugye ez nem lett volna elég, de egy-két szülő barát segítség jött még a háttérből, akik segítettek. Az önkormányzat sajnos nem tudott jelen pillanatban segíteni anyagilag, elég nagy segítséget kaptunk az önkormányzattól azáltal, hogy a területet biztosította, és 25 évre biztosította nekünk ennek a ingyenes bérletét ennek a csarnoknak, és hát kaptunk ígéretet arról, hogy az elkövetkezendő 1-2 évben fogunk kapni esetleg felszerelésre, parkolóra, csinosításra támogatást az önkormányzattól is. Ha már felszerelés, azért azt néztem, ahogy bejártuk a területet, hogy elég sok minden van ebben az épületben, nem csak a két nagy birkózó szőnyeg. Mi mindent találhatnak itt azok a gyerekek, fiatal felnőttek, akik ide jönnek? Igen, hát úgy alakítottuk ki mindjárt az elején a tervezésnél és az álmodozásnál a koncepciót, hogy hosszú távra próbálunk tervezni, ami azt jelenti, hogy ugye a Tibor, amióta itt van a Komáromi Tibor, a vezetőedzőnk most már 12. éve, a versenysport útjába tolódtunk el, illetve tolódunk el, és nem titkolt célunk, szándékunk és álmunk, hogy világversenyen válogatott versenyzőnk érmet hozzon, az, ami legyen Európa-bajnokság, világbajnokság vagy olimpia, természetesen a felnőttről beszélünk, mert az a csúcs, és ennek megfelelően a csarnokot is úgy alakítottuk ki, hogy az ilyen felnőtt válogatottak képzésére
maximálisan meg tudjon felelni, ami azt jelenti, hogy kondicionálásban van egy konditermünk, ha akár még aludni is lehet benne, ha úgy alakul, hogy éjszakában nem akarnak hazamenni, vagy edzőtáborba két edzés között, tehát arra is alkalmas, szinte ilyen családias jellegű, tehát ennek megfelelően alakítottuk ki, hogy a két szőnyeges munka téren kívül van egy kondi helységünk, van egy raktárunk, ami tele van ugye a kondicionáló eszközökkel, és hát természetesen ugye van egy nagy fiúltöző, mert ugye a fiúk vannak többségben, van egy kis lányöltözőnk is, mert ugye a lányokra is kell gondolkozni, mert van lánybirkózunk is, és akkor van még egy edzői öltözőnk is, az edzőnknek van pedig egy irodája még benne. Eredmények. Ez mindig egy nagyon izgalmas kérdés. Mikor kezdődik? Ugye már óvodás nagy csoportban lehet jönni birkózni. Hát gondolom akkor is vannak, ha más nem házi versenyek, mert ennek a gyereknek valami kis pozitívumot adni kell mindenképpen, hogy eredményt tudott fölmutatni. Hogy állunk az eredmények tekintetében? Hál' Istennek évről évre több eredmény születik a szakosztályunkban, ami abból is adódik, hogy hál' Istennek azok a gyerek, akik elkezdenek járni, birkózni hozzánk, nagy része megmarad, annak ellenére, hogy a legrosszabb sportág ilyen szempontból, a legmunkaidényesebb, és a legtöbb munkát időbe kell belefektetni ahhoz, hogy valami eredmény szülessen, nem lebecsülve más sportágakat, de azokhoz képest. De hál' Istennek, aki ezt a birkózást választja, és legalább egy-két évig megmarad gyerekkorba, azután olyan kitartást és hozzáállást szerez, és ha itt marad, hogy utána utánpótlás korba előbb-utóbb meg kell jönni az eredménynek, szorgos népünk győzni fog címmel. És mi a legjobb eredménye az MSM birkózó szakosztályának? Nem menjünk el a fiad mellett, jó? Mert tudom, hogy szép eredményei vannak. Igen, hát hál' Istennek a Bence már második éve a felnőtt válogatott bőkeret tagja. Hát ami most a legnagyobb eredménye az, hogy tavaly a nagy felnőtt csapattal volt kint Moszkvában a világkupán, és ott a második helyezést szerezték meg csapatba. Szívből gratulálok, és akkor még egyet tegyünk meg itt a kedves nézők kedvéért. Mondjuk el, hogy mikor vannak az edzések. Egyáltalán hogy lehet elkezdeni a birkózást? Mivel kell jönni, hogy kell jönni, és kit kell keresni? Igen. A óvodáskorban el lehet kezdeni. Nekünk van egy óvodásprogramunk, most már negyedik éve fog futni az ősszel, ahol minden héten egy-két óvodába tartunk foglalkozást, hetente egyszer egy órát a nagycsoportosoknak, akik ugye a következő évben iskolába kezdenek járni. Tehát 5 éves kortól lehet kezdeni járni, de hát természetesen később is el lehet kezdeni, de minél előbb kezd, annál nagyobb előnyben van a gyermek, illetve a versenyző, semmi más nem kell hoznia, csak egy tornacipőt, egy rövidgatyát, meg egy pólót, a többit mi megoldunk utána, illetve később. Az edzéseink eddig úgy voltak, ugye, amíg a Kossuth iskolában voltunk, hogy keddtől péntekig, minden nap 5-től 7-ig. Most, hogy itt vagyunk, még most jelen pillanatban pont az edzőtábor hetében vagyunk, utána lesz egy pici szünet, ami azt jelenti, hogy hetente csak 2 edzés lesz, de augusztus második felétől, amikor beindul a következő szezon, akkor már hétfőtől is lesznek edzések. Tehát minden nap 5-től 7-ig lehet jönni, és engem kell keresni, igen.